Lovashúszárok vezényletében indult meg a fáklyás menet a Dunakömlődi Halászcsárdától a Don tetején álló Lussonium emlékműhöz október utolsó vasárnapján, a Székely Autonómia napján. Az Erdélyi Magyarok Tolna megyei Közhasznú Egyesülete által szervezett kulturális és történelmi program része annak a rendezvénysorozatnak, ami szerte a Kárpát-medencében zajlott ezen a napon. Őrtüzek gyúltak mindenhol, hirdetve a Székelyföldön élő magyarság jogos autonómia igényét. A Dunakömlődi emlékműnél is meggyújtották a lármafát, amivel Tolna megye is kifejezte támogatását a Székely autonómia mellett. Ezen a napon minden olyan magyar közösséget fölkérnek társulni a gondolatisághoz, amelyek a világban bárhol leledződnek, és így történik meg az, hogy különböző szegleteibe a világnak, az országnak, hasonló módon, ahogy Erdélyben is történik, hogy minden kis vagy nagyobb település közelében lévő dombra, hegyre kimennek és egy lármafát állítanak, hasonlóképpen ennek a mintájára mi is paksiak, Tolna megyéiek csatlakozunk, és egy szép nagy lármafa égetéssel ez idén először van, hogy lármafát is gyújtunk, és üzenjük nekik, hogy itt vagyunk, és innen tesszük a dolgunkat. És nekünk az a dolgunk, hogy itt az anyaországban élő magyaroknak minél mélyebben meg tudjuk mutatni azt a kultúrát, azt az erdélyi gondolatiságot, és azt a területet, azt a népet, a székelységet, akik ők valójában, és akikért nekünk, mint testvéreinkért kell tennünk, és így gondolnunk rájuk. Székelyföld ma is egységet mutat, és ma Székelyföld felé irányul a figyelem. Ugyanis Székelyföld az autonomiáért kiáll. A kulturális eseményen a Brassóban született Orbán Attila, a Tolna megyei közgyűlés alelnöke is beszédet mondott, aki a székely emberek jellemzőit gyűjtötte csokorba. De kik is a székelyek? Kedélyes emberek, sajátos humorral rendelkeznek. Szívós emberek, akik kiállták nehéz idők próbáit. Barátságos emberek, vendégszeretőek és ragaszkodóak szomszédaikhoz és barátaikhoz. A székelyek évszázadokig védték területeiket, ezáltal védték Magyarországot és egész Európát. A Tolna megyei közgyűlés alelnöke kiemelte, Tolna megye is támogatja az erdélyi magyarok autonómiára való törekvését. Ilyenkor, amikor a székely, azaz a magyar népen belül egy népcsoport egy bizonyos ügyért kiáll, akkor mi mindannyian kiállunk megyeszerte. Így most a székelyekért állunk ki, és a székely autonómiáért. Azért is, mert értjük ezt, mert székely származásúak vagyunk, de azok is, akik nem azok, azok is értik, mert itt együtt élünk, és ez az együttélés sok mindenre megtanított minket az elmúlt évek során. A korábbi május 7-i leadási határidőig több mint 1 millióan támogatták a Székely Nemzeti Tanács európai polgári kezdeményezését. Most az a céljuk, hogy a kitolt határidőig november 7-éig 2 millió támogatói aláírás gyűjtsenek össze. A kezdeményezés célja az, hogy Európa őshonos nemzeti közösségei, köztük a határon túli magyarok megőrizhessék nemzeti identitásukat szülőföldjükön, és ehhez az Európai Uniótól is forrásokat kaphassanak. A számláló szerint továbbra is Magyarországon, Romániában és Szlovákiában sikerül teljesíteni a szükséges támogatói aláírások számát. Legalább 7 országban kell összegyűjteni a szükséges aláírásokat.